Thank you.
nagy véletlen, nincs kész anyja a szegény fejem. Te kívüled, én Istenem, azt a vaszi szép időnek, látom mindenek örülnek, erdők, mezők megszöldülnek, az madarakinek ölnek, lecsordulván szemem könyve, sírva nézek mindenekre, mert hazámnak szép címere, keservesen jut eszembe. Kaptunk rá még korábban egy kis pénzt, úgyhogy 100 000 forintot, először 200 000 forintot, utána vagy 2 évig 100 000 forintot, aztán megszűntek bennünket támogatni, mert hogy nincs a településnek pénze, és akkor saját magunkat Isten légyen már veletek, emlékezetben legyetek, gyakorlj szerencsés csatákat, vidézül néktek kívánok, Atya Isten jövendőben, ti veletek egyetemben, mindenben Isten vezértek, légyen vitézek ti néktek, mikor polgányokkal vítok, nemzetünkért vagdalkoztok. Hogy egészen pontos legyek, egyáltalán a hímzés kultúra az István király korában a feleségével került be az országba, és hát a koronázási palástot ők az apácákkal együtt hímzőműhelyben hímezték, és már ezeket a mintakéseket a koronázási palástól fel lehet fedezni. Mégis volt egy egység, egy kulturális egység, amikor a hímzések, a hímzés minták, az öltés technikák vándoroltak az ország különböző területein, és a hímzőmesterek és a nemes asszonyok egymásnak különözkedték a mintákat, és ezekkel a mintákkal készítették a öltözeti darabokat, a lakástextileket, az ágyneműket.
kapott a felemoglalmat. Valamikor régen az öregek megegyeztek, nem úgy, mint a mai világban most. De a mai világban nem lehet képes megegyezni, de akkor megegyeztek, hogy akkor még 3-4 Stája. Most ez 1600 valamelyik, de amúgy 2600 vagy 2900-as, egy régyegyében tája mezőváros volt. Mezővárosi rangban. 1800-as éveiben. És ez a minőség hogy jön ebből a kis településből? Szappanfűzés közben tűz ütött ki, és sikerült a szappanfűzés, hogy a protestáns része a településnek az leégett. Hát jött egy észak-nyugati szél, így a völgyben, és valami olyan hatás volt, hogy felszította azt a tüzet, mint egy fújtató, és akkor még nem így épültek a házak, hanem nagyon-nagyon sűrűn épültek. És leégett a református és az evangélikus templom, és még az a rész is, ahol a reformátusok meg az evangélikusok éltek. Olyan mértékű volt a tűzvész, hogy a haranglábban a harangok megolvadtak és eltorzultak, meg a minden elégett a templom, marad összes adakönyv, de még a tenódiumok, tehát a dubocska készletek is mind megsemmisült. Thank you.
ezt a levegőt, vagy a balkonnak a kipárolgását úgy fogták vissza, hogy egyre tömegben próbálják megtárolni a borokat. De ez egy kisebb gondolkodott, ezért nem mondom magasabb az alkoholpárolgás. De ugye magasabb viszont a balkonban a borait. Tehát ugye 20-21 fokkal szedjük, és ott 13-14 alkoholos fokosak, tehát viszonylag erősek. És ugye emiatt alkoholosabb, párásabb itt a levegő, és azért szokott ez a fajta tenyész megjelenni. De nem azt jelenti, hogy más borvidéken nem jelennek meg. Nagyon, nagyon. Még ebben, ha jól tudom, senki nem volt meg, hogy egy tenyésztes pincében járt. De nem tudom. De igen, történt már ilyen a poharodat, hogy így. Legmagyarosabbra, ahogy megtermett a szőlő fűrt, azt még úgy dolgozzuk föl, tehát itt az asszú szemeket nem válogatjuk ki az éppen a szőlő szemek közül, hanem köztárgyuk és vegyesen dolgozzuk fel. Annyiban egy picit ugye változtattak a megszokott Thank you.
Nem, 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 nem
még mit. Jól tájékozódsz? Mi megválaszoltuk. És elég gyorsan és egyértelműen. De teljesen más az, hogy aki térték alapján fogunk elmenni, hogy az, hogy emlékszik az irányokra. Még is először, hogy megmártják. Igen, nem tudom, hogy ez jó, legyen Tóni. Annyi évesnek érzed magad, amennyi valójában vagy? Új, ne lehet. Megpusztom, lefele Nem, igen. Jól lesz.